Már korábban eltervezhette a tettét az a férfi, aki benzinnel locsolta fel a házát, és több gázpalackot is felrobbantott szerdán Esztergom külvárosában, véli a híradónak nyilatkozó kriminálpszichológus. A férfit a hivatásos TUSZ tárgyaló órákig próbálta lebeszélni a tervéről, de nem volt együttműködő, sőt egyre agresszívabb lett, végül felrobbantotta magát. A detonáció során a terrorelhárítási központ egyik munkatársa életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek. A TEK elhunyt tagját, Kúnya Gábor Lajost hősi halottá nyilvánította Pintér Sándor belügyminiszter, és soron kívül posztumusz főhadnaggyá nevezte ki a néhai törzszászlóst. Itt vagyunk Esztergom külvárosi részén, az úgynevezett Búbánatvölgyben. Innen alig néhány száz méterre történt szerda este a robbantás, amelyben egy tekes munkatárs életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek. Festői környezet, hegyek által körülölelt táj Esztergom északi részén. A Blick információi szerint ez a körözés alatt álló férfi fenyegetőzött robbantással. A helyszínre a rendőrség és a terror elhárítási központ is kivonult. A TUSZ tárgyaló sajtóértesülések szerint 4,5 órán keresztül próbálta jobb belátásra bírni a férfit, aki azonban nem volt együttműködő. Én itt dolgoztam egy 500 méterrel arrébb a telkemén, és akkor hallottam ezt a robbanást. 18:42 volt valószínűleg, mert ránéztem a kocsi órájára. A főügyészség közleménye szerint a TEK műveleti egysége 19 óra körül hatolt be az épületbe. Mint kiderült, a férfi benzinnel locsolta fel az otthonát, majd miután a TEK munkatársai közbeavatkoztak, állítólag több gázpalackot is felrobbantott. A terror elhárítási központ egyik munkatársa ekkor vesztette életét. A robbantásban több tűzoltó és több rendőr is megsérült, 4-en súlyosan, 7-en pedig könnyebben. Többeket ide Esztergomba, a Vasztari Kolos kórházba hoztak, és ágyakat szabadítottak fel, valamint orvosokat is behívtak, hogy ellássák őket. Kerestük az esztergomi kórházat, de nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Sajtóhírek szerint a férfi azért robbantotta fel a házát, mert felhalmozott díjtartozása volt. Ezt egyébként az Indexnek a szolgáltató képviselője is megerősítette. Emellett pedig J. László az ismerősök és a szomszédok szerint is sokszor viselkedett agresszívan és zavartan. A kriminálpszichológus úgy véli, a férfi hosszabb ideje készülhetett a robbantásra. Én azt gondolom, hogy mivel a közösségi médiában is hasonlókat posztolt, itt valószínűleg egy nagyon feszült, egy nagyon indulatos, egy nagyon zárt gondolkodás, nagyon sztereotíp gondolkodású szeméről lehetett szó, és valószínűleg nagyon sok frusztráció ért, amelyeket ő nem tudott megoldani, és ez gyakorlatilag egy kiterjesztett öngyilkosságot követett el. A központi nyomozó főügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt indított nyomozást az ügyben. Részletesebb tájékoztatást várhatóan pénteken adnak majd.